magyar paraszt, egy vezért ismert csak el magának ezen a földön, Gál Gaston. Gál Gaston neve manapság sajnos sokak számára ismeretlenül cseng, és bizonyára azok is többen vannak, akiknek éppen hogy csak rémlik valamilyen szokatlan névvel kapcsolatban. Balatonbogláron azonban fordított a helyzet, hiszen ki ne hallott volna a Várhegy egykori uráról, a település legnagyobb földbirtokosáról, aki Somogy megye főispánja volt, majd a kisgazdapárt és a nemzetgyűlés elnöke, Hajdani házelnök, aki egész életében a kisbirtokosok és a parasztság érdekeit képviselte, sőt ezt olyannyira szívügyének is tartotta, hogy egy általa igazságtalannak tartott adópolitika bevezetése elleni tiltakozásul képes volt lemondani tisztségéről. Nos, az ő halálának évfordulóján, október 26-án a Balatonboglári Polgári Kör emlékünnepséget szervezett a Fisli házban, ahol régi fényképek és dokumentumok mellett Móra Ferenc írása alapján kaphattunk egy kis ízelítőt az akkori idők hangulatából. Annak a hiteles történetét mondtam el, úgy látom, mint most, hogy a bronzkorban miért verték agyon egymást a várhegyi emberek, meg a fonyódi hegy emberei. Azért, mert az esőcsinálók nem tudtak megegyezni abban, hogy a hegyesebb végéről kellett feltörni a tökmagot, vagy a szélesebbről. Megölelt, és akkor mondott nekem egyetmást arról, hogy mi a mi nagy bajunk. Kenyerünk sincs, mégis karajt akarunk szegni. Ez volt a végső megszövegezése a diagnózisnak. Közmondást idézette, vagy a maga szentenciája volt, nem tudom, de azóta sokszor eszembe jut. Elintézetlen ügyem pedig úgy támadt vele, hogy mikor egyszer a Várhegyen bogaráztam, észrevettem, hogy reves embercsontokat kapálnak ki a munkások a szőlőben. Persze, hogy roppant izgalommal siettem Gál Gastonhoz. Tessék, jól sejtettem én, ha szerencsénk lesz, még az ős tökmagot is megtaláljuk. Az ünnepségen részt vett Gál Gaston dédunokája, a balatonboglári dr. Szíbert László is. Volt idő nem is olyan régen, amikor nagyon sokáig szégyelni kellett a származásunkat, a származásomat. Édesapám, jó magam is a 60-as évek végéig osztályidegennek minősültem. Nagyon jó érzés, hogy ma már ezt nem szégyelni kell, hanem emelt fejjel kimehet az ember az utcára, és igenis felvállalhatja azt, hogy amit én soha nem tagadtam meg, hogy kinek a leszármazottai vagyunk. Van-e valami, amit így nagyon magáénak vall, és próbál ugyanúgy akár a lányainak tanításképpen továbbadni? Ugyanaz, ami itt elhangzott, méghozzá a következő formában, nem tudom pontosan idézni, hogy az a párt, amelyikbe belép, ugye töltse ki a kilépési nyilatkozatát is, mert nincs olyan párt, amelyiknek a pártfegyelmét eltűrné, csak a saját maga által megismert igazságot fogadja el. Ugyanezt mondom én is. A magánember Gál Gastonról sajnos nem sokat tudunk, de annyi bizonyos, hogy nagy állatbarát volt, szerette a kutyákat és a madarakat. Ennek alapján azt elmondhatjuk, hogy a gének nem estek messze a déd nagypapától, hiszen Szíbert László az állatorvosi pályát választotta hivatásul.